Két győztes bajnoki után fogadta az NKS a tabella alsó régiójába tartozó Sziget-Szent Miklósi csapatot. A hazaiak már az első negyedben nyomatékosították, hogy mire számíthat a BKG, 20 ponttal nyerték a nyitó 10 percet. A folytatásban sem nagyon változott a játék képe, szünetig 50 pontot szerzett a házigazda, szemben a vendégek 19 pontjával. Fordulás után következett egy kiegyenlített negyed, majd a záró játék részben ismét felpörgött Farkasinszky Gyuláni együttese, amely végül 45 pontos győzelemmel őrizte meg hibátlan idei mérlegét. Az első mérkőzésünk ugye az a Szent Pál volt, az egy meglepetés győzelem volt, viszont a másik két mérkőzés, ugye itt azért a tabella végén elhelyezkedő csapatokra beszélünk, tehát a Szónokról és a BKG-ről. Ők ugyanúgy utánpótláskorú játékosokra építik a csapatukat, mint ahogy azért nekünk is elsősorban utánpótláskorúak a játékosaink, és így ez várható volt, tehát mindenféleképpen az volt az elfogadható, hogy a két mérkőzést megnyerjük. Most az, hogy ez ilyen nagy arányban sikerült a két mérkőzést megnyerjük, az köszönhető volt annak, hogy azért a lányok jó formában vannak, jól pörögnek, forgathatók, tehát bárkit a pályára lehet küldeni, akit pályára küldünk, az ugyanúgy hatékonyan tudja kivenni a részét a játékból, és úgy gondolom, hogy ugye folyamatosan friss erőkkel mentünk, és ennek volt köszönhető ezek a két győzelemnek a nagy arányúsága. A jó évkezdés után picit átértékelték a célokat az NKS-nél, most már az élmezőnyben szeretne végezni a csapat. Egyre előrébb kerülünk, tehát ugye mi itt az év elején azért zsinórba buktuk a mérkőzéseinket, és az nem volt egy szerencsés dolog. Most ugye lassan kezdődik a második kör, ugye most lesz az utolsó mérkőzésünk az első körben a Radó Basket ellen. Végül is szerintem ez meg fogja határozni azt, hogy végül is hol tartunk és hol nem, mert ő közel egy forma játékerőt képvisel, legalábbis a győzelmek és a vereségek tekintetében, és utána lesz az érdekes, amikor újra kezdünk a Törökforussal, a Zsíros Akadémiával és az összes többi csapattal, tehát akkor lehet majd fölmérni azt, hogy valóban sokat léptünk előre az évelejéhez képest, vagy azokkal a csapatokkal játszottunk itt a végén, akik könnyebben verhetőek voltak. A tabella élén a Szent Pál Akadémia csapata áll 10 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 10-2-es mutatóval rendelkező Zsíros Akadémia Kőbánya együttesét. A nyíregyházi kosársuli 8 győzelemmel és 4 vereséggel, a 6. helyen várja az 5 győzelemmel és 5 vereséggel 8. Radobasket elleni mérkőzését.